Birodalom. Ott van a bozótba, szedd összefele. Szedd már össze a bozót. De mit csinálsz? Hát hogy van, nézel ki megint te szemétládat. Na, álljál föl, az gyerünk a bokorba. Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, én Jack vagyok, és ma az Empires of the Undergrowth, azaz a Birodalmak a Bozótban című játékkal fogunk játszani. Ez egy a féle hangyás RTS játék, amiben különböző hangyakolóniák életét kell egyengetni, szembeszállni más kolóniákkal, gyűjteni az élemet, illetve szembeszállni különböző ramadozókkal. Rögtön a főmenüben szembe találjuk magunkat teljesen hétköznapi dolgokkal, amik egy ilyen hangyológus laborjában megtalálhatóak. Formikárium, növénykék, egy kicsit indokolatlan lampion, számítógép, amin megfigyelhetjük hangyáink privát életét, mikroszkóp, zöld és rózsaszín vegyszerek, amitől hangyáink óriásra nőnek és átveszik a hatalmat a világ fölött, a reggeli teánk, tudományos papírok, elszökött kísérleti alanyok, és az okos otthon asszisztens, ami természetesen jelent a katonaság felé, hogy alkalomattán elrobolhassanak minket, és kutatásainkat felhasználhassák katonai célokra. Jó, szerintem vágjunk is bele. Elsősorban van egy tutoriál, aztán lesz egy story mód, ami a játéknak magának a kampánya, lesz egy free play mód, ahol saját beállításaink szerint játszhatunk, és a végén van egy arcade mód, amiben különböző speciális játékmódokban, illetve speciális pályákat lehet játszani. Nézzük is meg gyorsan a tutoriált. A játék alapkövét tekintve borzalmasan egyszerű királynőnkkel, illetve alapesetben néhány dolgozóval indulunk egy kis kamrából, innen kell aztán tovább terjeszkedünk különböző mezők kiásásával, új területek felfedezésével, ami területeket aztán felhasználtunk az építés menüben a különböző opciókkal. Létrehozhatunk éléskamrát, illetve különböző keltető szobákat dolgozóknak és katonáknak. A folyosókat pedig átalakíthatjuk hangya szuperstrádákká, ahol szorgos kis izzetlábúink villámsebességgel fognak felalá cikázni. A játék segítségünkre van, ugyanis különböző kis jelekkel és szülőtekkel megjelöli, hogy merre érdemes ételt keresni, illetve merre található veszélyforrások. És ha esetleg unnánk az olajos magvakat, csupa pattanás a bőrön. Ne felejtsük, hogy korhatfánk biztos rejteget számunkra pár finom, szaftos férget. Virágot a virágnak. Dolgozóink és katonaink, ha csak másképp nem utasítjuk őket, automatikusan összeszedik a közelükben található élemet és visszaszállítják a raktárba. Azonban önmaguktól túl messzire nem vándorolnak, hogy ezt átidaljuk, különböző feromon jelzőket tudunk egy-egy csapat hangyát kiküldeni. Ha pedig sikerülne felfedezéseink során ellenségbe akadni, akkor nincs is más dolgunk, mint hadba küldeni katonainkat, akik lehetőleg gyorsan elteszik a betalakodott lábaról, aki ráadásul a takarékosság érében a jövő nemzeti táplálékához szolgál majd. És most, hogy megkaptuk végre a kamera fölött az irányítást, meg is csodáltjuk gyönyörű királynőnket. És nincs is más dolgunk, mint legyőzni néhány bogarat, hogy készüljünk a tutoriállal. Végül a királynő, a dolgozók és a katonák kitartó munkájának köszönhetően győzedelmeskedtünk a kis fekete izék fölött. A kis fekete izé, azaz a bűzös hojva, latin nevén Ocifusulans lárvája, mély rakadozó mindennevő faj, 2-3 cm hosszú, megtalálható kis hazánkban is. Jellemzően éjszaka aktív, amikor is előbújik a pokol bugyraiból. Védekezésképpen potrohán található mirigyekből riasztó szagú váladékos pizzáj, mely az emberi orr számára horrorisztikus gyümölcs illatként nyilvánul meg. Bár úgy néz ki, mint a legújabb ilyen film főgonosza, és minden bizonyabb baromi nagyot tud harapni, az ember alapvetően ártalmatlan. Meglepetés lehetnék, hogy ez a rovar bizony röpképes, szárnyait mesterien összehajtva rejti el a maximális sok faktor elérése érdekében, azonban csak és kizárólag akkor repül, amikor egész biztos benne, hogy a mutatvány vége szívroham lesz. És ezzel be is fejeztük a tutoriát, nincs is más hátra, mint a kampány. A történet során egy központi formikáriumon játszunk majd, ahonnan különböző küldetésekre megyünk, és ott győzelmeskedve tudunk visszahozni különböző jutalmakat, amivel fejleszthetjük formikáriumunkat. Újjátékezésekor választhatunk magunknak egy szint, ez természetesen a győzelmeskedés az erő és a hatalom színe lesz. Ah, I see the queen has taken well to her new home. It's fascinating. She has already started to spawn. Incredible, really, that we found such a healthy specimen. How long until we can expect to see interspecies polymorphism? We should be patient and allow the colony to grow first. I've placed food nearby. Then we will introduce the Formica fusca and observe their reaction. Excellent. Keep me updated on their progress.
Hát én eredetileg a főmenüben viccelni akartam ezzel. Come on now, my little ants. You need space to grow. Dig, dig, dig. Szóval eredetileg én viccelni akartam a főmenüben ezzel a kísérletezős dologgal, de úgy tűnik, hogy tényleg keverni akarjuk hangyainkat különböző másféle hangyákkal, úgy tűnik tudósaink semmit nem tanultak a katasztrófa filmekből. Neki láttam már terjeszkedni szerény kis kolóniánkkal, először kiástam nekünk elhelyezett magokat, és ki is alakítottam körötte egy szép nagy éléskamrát. Majd közvetlenül a királynő mellé létrehoztam egy kisebb keltetőt, itt terveztem megalapozni a jövőbeli hadseregünket, azonban ekkor szembesültem azzal, hogy a játéktól kapott hangyafajnak bizony nincsenek katonái. Ez pedig nem másért van, mint azért, mert fő kolóniánk az úgynevezett Formica Eraptorból egy géntolvaj hangyafajból áll. Ez a hangyafaj az elén elég szánalmas, a királynő csak ül, rakja a tojásokat, amiből csak és kizárólag dolgozók tudnak létrejönni. A drog pikantéria viszont az, hogy idővel képes ellopni más fajoknak a génállományát, ezáltal létrehozva saját verzióját ezekből a fajokból. Mielőtt azonban bezárkóznátok és felszólnátok a kertet friss finom napalmmal, fontos megjegyezni, hogy ez nem egy valódi hangyafaj. Ezt a játék készítői találták ki, ezáltal nem kell attól tartanatok, hogy egy nap megjelenik a kertben egy fehér fejű Velocibodridinocéros. Továbbá realizálnom kellett azt is, hogy jelenleg elértük kolóniánk maximális méretét, hogyha szeretnénk tovább terjeszkedni, akkor kénytelen leszek küldetéseket csinálni, ugyanis a kiásható mezők mennyiségét küldetésekben tudjuk bővíteni. Minden küldetéshez kiválaszthatjuk a nehézséget, és a jutalmat a nehézségi szint szerint fogjuk kapni, amennyiben győzedelmeskedünk. Így nagy mellénye gyorsan neki is alak egy közepes nehézségű pályának, győzelemre fel. This Formica Fusca queen has set up home beneath a rotting log. She is fat and vulnerable. Her first brood will need to move quickly if the colony is to survive. Their priority now is to find food, and there is plenty around. But there are other hungry creatures down here. The workers will need to be vigilant. Itt megjegyezném, hogy játék szinkronjai kiválóak, nem olyasmi, mint az ember egy hangyás eltéréstől várna, de pozitív meglepetés volt. A narrátor megteremtette a veszélyjelzetét, óvatosan láttam át neki a járatok kialakításának. Lépésenként hallottam, folyamatosan húzva fel az új mezőket, hogy katonákat neveljek, és félve nyitottam meg az első kamrát, ami veszélyt jelzett, szerencsére itt is csak hojvalárvákkal találkoztam. Rég ismerősként tűzhatottam rájuk katonáimat, hiszen inkább ábjönk kitimbe csomagolt tápszereként tekintetem rájuk, semmint veszélyforrásként. Szépen bővítgettem az éléskamrát és haladtam jelölőtől jelölőig. Itt ismerkedtem meg a játék upgrade rendszerével, ugyanis nem elég, hogy lehelyezhetünk különféle mezőket, még fejleszthetjük is őket. Maga a rendszer egyszerű, de nagyszerű. A játék terület 6 szögletű mezőkből áll, amelyek figyelik, milyen mezők veszik őket körbe, és szinergiával lépnek. Ahhoz, hogy egy mezőt fejlesz, a mezőnek először 6, majd 12 pontra lesz szüksége az őt körülvevő területekről. Egy 1-es szintű mező 1, egy 2-es szintű mező pedig 2 pontot ad minden őt körülvevő mező részére. Pontokat az azonos típusú mezőből kapnak, illetve, és itt jön az, hogy miért érdemes kisebb helységeket kialakítani egy végtelen nagy terem helyett a környező falaktól is. Tehát a maximális hatékonyság érdekében érdemes 6 szögletű szobákat létrehozni és ezeket fejleszteni. Koróniánk megállíthatatlan áradatnak tűnt, ahogy ástunk és haladtunk és magot vittünk, sikerült belefutnunk néhány ilyen tankbogárba is, akikben nem agresszívak, de katonáink figyelmét igénylik, ha szeretnénk bébi hangyeleséget csinálni belőlük, ugyanis úgy ragaszkodnak a padlóhoz, mint arcmászó a Sigourney Weaverhöz. A tankbogár se nem tank, se nem bogár, ami azt jelenti, még csak rovarnak sem rovar. A köznyelv gyűjtőnéven pincebogárként hivatkozik rájuk, ezek a szárazföldi ászkarákok egyfaja, amelyek a felsőbbrendű rákok osztályába tartoznak, igen, tényleg rákok. Sok millió éves evolúció során különféle fajaik remekül alkalmazkodtak mindenféle környezethez, a tengerpartra sivatagokig. Éreztem, hogy talán kicsit túl magabiztos vagyok, és kapirgált a tudatom a sarkában a narrátor figyelmeztetése, de ami szembe jött, még így is kicsit belepréselt a székpárnázatába. A gusztustalanság avatárja személyesen látogatta meg szerénk is rothadt tönkünket, és elhatározta, hogy ma este hangja a királynőre szavacsora. Pánikom szerencsére okvetlen volt, felkészült hadseregünk noha áldozatok ellen, de győzedelmeskedett a csápos rémálom felett, és innentől teljes és jogosnak ítélt felsőbbrendőségem tudatában fejjel mentem a korradó falnak. Van a mondás, hogy mindig van egy nagyobb hal, nos ez esetben nem kell nagyobb hal, elég abozni nagy halból kettő egyszerre. A friss gyümölcs illat horrorisztikus áradatként tizedelte meg összezavarodott hangjaimat, és büszke hadseregem hamarosan az óriási rágók martaléka lett. Ekkor vettem észre, hogy nem számoltam azzal, hogy elhullott katonáink pótlásához bizony rengeteg élelmre van szükségünk, és dolgozóinkat hamarosan kongó éléskamra várta, az átokvette hólyvák pedig kacagva kúsztak végig járatainkon, hogy királynőnket felprédálják, ki tehetetlenül várta a halál feketén csillogó undormányos csápjait, vérszegény utolsó próbálkozásként dolgozókat nevelve.
Panaszos ticsergése közepette elkönyveltem első megalázó vereségem, és remegő ujjaim között a vesztes csatér kapott Salmeron díjjal hazatértem. Na meg egy nagy büdös fenét. Azonnal nekiugrottam újra a kihívásnak, és tanuló hibáimból új taktikára váltottam. Először is az utolsó makulányi élelmet is begyűjtöttem, mielőtt bármi harcba kezdtem volna, és minden támadást a lehető legtöbb és legfejlettebb hangyával kezdtem, hogy csökkentsem a korai veszteségeket, megőrizze az ereséget. Minimalizáltam az éréskamrát, hiszen úgysem hagyok óriási tartalékokat, és minden felesleges ereséget katonai fejlesztésére szenteltem, mindeközben elég tartalékot félretéve, hogy biztos utánpótlással mehessek majd neki a retteget páncélos ikreknek. Seregünk szervezett hadigépként masírozott végig a korhatrünk alagútjain, és útját nem állhatták. Fegyelmezetten elsöpört mindent, nyomában dolgozó kis csapata szedte vidáman hadizsákmányt, a pökhendi bűzös hojvák mit sem sejtve ugrottak nekünk, mikor betörtünk a termünkbe, és talán egy pillanatra azt hitték, kövér szaftos hangyakirálynő pörkölte szőjusuk, de helyette csak csáprágók áldász áradatát hozta el nekik a sors. Büszke harcezett katonai misztikbe aprították a rettenetes párost, és bősz fölénnyel kaprintottuk meg végül az első győzelmet. Hűnszeretett királynőnk elé büszkén masíroztunk be a fenevadak és ivadékaik maradványaival, így biztosítva, hogy a kolónia megéri a holnapot. Miután hazaértem a győzelmért járó zsákmánnyal, nem is bírtam magam tűrdöztetni, építettem egy kisebb keltetőt a főkolónia dolgozóinak, de már az új küldetéssel szemeztem. Ezúttal egy újabb fornikafuszka kolóniát kapunk, akikre szemet vetett egy bajos szándékú szomszéd. Úgy tűnik, itt az idén megismerkedi más fajokkal. This Formica Fusca Black Ant Queen has given birth to her first brood. While the workers establish their new territory in the earth, above ground, a nearby colony of Formica Sanguinea slave maker ants are on the lookout for would-be victims. These ants specialize in stealing larvae from neighboring nests and raising them as their own. If the black ant colony isn't prepared for the inevitable incursion, they may be wiped out entirely. Na, akkor itt álljunk is meg egy pillanatra. Lehet elfogó, hogy szeretetem úgy mutatta be az előző küldetés formika fuszkáit, mint az állatvilág koronázatlan királyit, ez talán kicsit túlzó volt. Ami azt illeti, formika fuszka magyar neve remekül utal a hierarchiában betöltött nem túl fényes helyükre, ők ugyanis a kormos rabszolga hangya nevet viselik, és mint ilyen szeretett célpontjai a különböző rabszolgatartó fajoknak. Akár hiszitek, akár nem, ez nem a játékészítőnek agyából pattant ki, sok más érdekfeszítő szociális viselkedés mellett a hangyák között előfordul a rabszolgatartás is. Majd visszatérünk át a jövőben, így előjáróban maradjunk annyiban, hogy nem leszünk nagy barátságban a szangvineákkal. Segestria Florentina, a funnel web spider. She is large, fast, and equipped with a deep, powerful bite. Her lair is carpeted by sheets of silk woven between tripwires that radiate out from the entrance. She can detect even the slightest vibrations with her sensitive legs. Any ant that strays too close will be snapped away in the blink of an eye. Hát jó, tehát odakintről rabló hangyák fognak betörni, ide lent rabló pókok várnak rám, szép reményekkel láttam át neki a küldetésnek. Eleinte nem értettem, miért lenne nehéz feladat X számú dolgozót és katonát létrehozni, de itt kezdtem érteni, miért is nem lesz egyszerű dolgom. Ami akkor még fel sem tűnt, hogy ráadásul katonáim kettetőjét sikerült lehelyeznem rögtön a bejárat mellé, itt zárójelben megjegyezném, ez a véletlen valószínűleg elég szerencsés volt. Most szembesültem azzal először, hogy érdemes kikapcsolni a felderítésre küldött csapatok élelmi gyűjtését, különben ha egy pillanatra figyelmen kívül hagytam katonáimat, azonnal lekapkodták őket a darócpókok, mivel mágnesként vonzották hangjaimat a hálóban szétszórt bogárdarabok. Jó, de így csak próbáltam kikerülni a gyomorforgató 8-lábú rablóbandát, de mindenhol hálóba ütköztem. Végül leesett, hogy a trükk a pókokra annyi, hogy egy kisebb csapatot rá kell küldenem a fészekre egyszerre. Ha egyesére érkeznek, hangjaim a pókrendre felkapodja őket, de már egy fél tucat katona könnyedén felülkerekedett, innen a régi mondás, sok kormos rabszolgahangya olasz daroc pókot győz. Azzal az aprósággal közben nem számoltam, hogy a rablóhangyák felderítői megneszelték jelenlétünket, és hamarosan meg is érkezett az első rablóhorda. Bevallom, nem tökéletesen értettem a mechanizmust, ami a betörések mögött áll, de a nap végén annyi történik, hogy a rablók betörnek, útjukat a keltetőkhöz veszik, útközben harcolnak, majd petékkel távoznak. Ahonnan pedig petét loptak, ott egy ideig nem kelhet ki új hangya. Itt jött valószínűleg kapóra figyelmetlenségem, ugyanis mivel a katonáim keltetője közvetlenül a bejáratnál volt, ahogy a rablók megérkeztek, mehettek is dolgokra, így persze nem tudtam megvédeni a fészket, viszont nem került veszélybe senki, aki nem a keltető közvetlen közelében volt. A rablók jöttek, harcoltak kicsit, majd távoztak, én ekközben folyamatosan terjeszkedtem. Több kis csapatot hoztam létre, mert a pálya sajátossága volt, hogy rengeteg helyen volt étel, de mindenhol kevés, ezáltal szétosztva erőimet könnyedén be tudtam gyűjteni mindent, a darózpókat kis katonacsapatokkal kiírtva, a támadó rablóhangyákat pedig hiába vártam hadsereggel,
Ha őszinte vagyok, nagy különbséget nem éreztem. Innentől kezdve már csak sietnem kellett, miatt egy igazán nagy rablóhorda érkezik, és amint meglett a küldetésben előírt számú dolgozó és katona, egy utolsó, már-már antiklimatikus támadást még le kellett győznöm, és be is söpörhetünk egy újabb győzelmet. Kicsit csalódottan érkeztem vissza főkolóniánkhoz, úgy tűnt a játék túl könnyen adja a győzelmet, úgy tűnt, rosszul tűnt. Miután visszatértem formikáriumunkhoz, észrevettem, hogy az északi falnál van egy fura kiásható rész, ráküldtem hát dolgozóinkat, és egy kis kapirgálás után, voilà. Kolóniánk először látta meg a napfényt, pontosabban a tudósok által feltett lámpák fényét, és fel is fedeztem gyorsan új területünket. Valójában ez a főmenüben az asztalon található formikárium, és itt találtam meg a korábbi küldetésekből szerzett élelmet, valamint néhány ereségnek beszólt ászkát és lárvát is. Milyen volt minden? Látod, Jóska, ameddig az UV-fény elér, az a mi birodalmunk. Bár gyűjtögettem kicsit, most nem éreztem még igényét, hogy nagyon fejleszgessek, kolóniát növeljek, vagy bármi hasonló, viszont feltűnt, hogy a két küldetés után lehetősége van egy kihívásra, amihez a saját kolóniánkat fogjuk használni. Alig vártam már, hogy haladjunk előre az adaptorainkkal, így el is indítottam, és akik játszottak már a játékkal, valószínűleg most vakarják le az arcukat. I think it is time we connected the outworld to the feeder colonies. I want to see how these raptors respond under pressure. I will prepare the experiment. Let's begin with a small threat. Connecting the Fuska colony now. I will let 10 through to start with. És itt dölt meg kettő tévhitem is. Az első az, hogy azt hittem küldetésszerűen kapunk majd célt és előkészítő időt, nem csak úgy hozzánk vágja a játék az ellenséget, a második pedig az, hogy azt hittem a Formica Fuska egy gyenge, szánalmas hangyafaj. Nos, a 10 katona úgy csöpölte le szánalmas kis népségünket, mint a kötelező lett volna, és mielőtt annyit mondhattam volna, hogy szervi Formica, már fel is aprították királynőnket. What is going on? What happened to the queen? The ants were weak and confused. We should start again with a healthier colony. Very well. Purge the formicarium. Öröm az örömben, hogy bármiféle büntetés nélkül a játék visszatölti azt az állást, ahol elindítottuk a kihívást, így csak önérzetem sérült és fel tudtam készülni. 10 fuszka bár kemény dió volt, de biztos voltam benne, hogy a játék még mindig nagyon fogja a kezem ezzel a kihívással. Hehe. Szóval. Kibővítettem először is dolgozóink keltető szobáját, majd felküldtem őket gyűjtögetni. Fejlesztettem az éléskamrát, amikor viszont dolgozóinkat akartam, jött szembe az elektorok fejlődési rendszere. Röviden, ahhoz, hogy magasabb szintet tud fejleszteni hangyaid, először meg kell venned a szinteket a küldetésekből kapható Royal Jelly-ből. Ezen kívül használhatod ezt általános fejlesztéssel, és minden egységnek és a királynőnek is megvannak a saját egyedi fejlesztései, azonban itt 4-ből csak 2 lehet aktív. Azt egészen pontosan a videóvágásáig észre se vettem, hogy már megvehettem volna a Formica Fuskát. Én elkövettem azt a hibát, hogy más egység hiány is a dolgozóimat dolgozójelvédekkel láttam el. Miután a fejlesztések megvoltak, felfejlesztettem a kertetőm, begyűjtöttem az élelem egy részét, hogy legyen utánpótlás, és rettegek 10 fuszka, elindítottam újra a kihívást. Mondanom sem kell, fejlesztések, létszámnövelés esélyesen volt az ellenfélnek. Rövid harc után a rózsaszín tömeg bedarálta a rabszolgahangyákat, győzedelmesen dőltem hátra, amikor is... The raptors identified the threat and responded very quickly. Excellent. Let's see how they handle a few more, shall we? Introducing 20 Formica Fuska ants. Oké, 20 fuszka, akkor 20 fuszka. Vicces kedvében van a játék, ha két hullámra bontja a kihívást, ám legyen. Felsorokoztunk újra, és bár az erőfölé miatt visszavertek minket a fészekig, ismét győzedelmeskedtünk. Ideje volt hát... Our raptors have neutralized the threat to their queen. Good. Continue the experiment and let me know the results. Don't add more than 30 ants at once, though. We don't want to harm the queen. Understood. Mi? Kapunk még? I wonder how they will react to a rival raptor colony. Introducing 40 rival raptor ants. Meglátva a felém a sírozó raptorokat, visszavonultam a bolyba, a szűk járatokon vélhetően ki tudom egyenlíteni kissé a létszámbeli hátrányunkat. Szerencsére az elektorok alapesetben gyengébbek a fuszkáknál, és az én dolgozóim fejlettek voltak, így hősi várvédőként sorfalatával verték vissza a vörös elektorok támadását. Azt már nem is említem, hogy tudós egy utasítása szerint legfeljebb 30 hangyával kéne szembenéznünk, de úgy tűnik tudós kettő nem csak a tudomány kedvéért csinálja ezt. Bár édeskamránk erősen megérezte az utánpótlások állát, végül sikerült felemésztenünk a támadó sereget. Reményteljesen vártam, hogy ezzel végeztünk-e... Introducing a further 50 ezt most viccelsz. Persze, hogy nem. Megmakacsoltam magam, nehogy már a genyó tudós kettő nevessen a végén, gyors ütemben kezdtem bővíteni a keltetőt, de rá kellett jönnöm, hogy az elraktározott élelem már nem lesz elég a sereg megerősítésére. A makeverék másik fele meg kint árválkodott, ahol már nem értem volna ki időben.
Hangyaink viszont velem együtt úgy döntöttek, hogy nem engednek a becsületből, és rózsaszín külsziklaként álltak ellen a rohamozó ellenfélnek. Visszavertük az 50 eraptort, és már meg sem lepett az újabb sereg. Now let's try 60 eraptor ants. Még 60. Azt hiszem, kezd elegem lenni a tudósainkból. Kijebb helyezkedtem, mert éreztem, hogy ezt még vissza fogjuk tudni venni, azonban az éléskamra vészesen közel kerül majd a kiürüléshez, így minden másodperce szükségem lesz a következő hullám előtt gyűjtögetni. Ekkor döntött úgy tudós kettő, hogy megszáll minket pár maggal, és bár szánalmas jutalom semmire nem lett volna elég, az idő, amit így gyűjtögetésre szereztem, kincs volt. What about a combination of a raptor and a fuska? Let's start with 20 of each. A következő támadás hamarosan érkezett, visszavonultam a bolyba, és még vártuk a támadókat, kibővítettem a keltetőt. A vegyes sereg támadása keményemnek bizonyult, mint gondoltam, épp hogy elkerültük kolóniánk pusztulását, biztos voltam benne, hogy már sok nincs hátra a kihívásból, pánikszerűen küldtem ki a dolgozóimat gyűjtögetni, sajnos azonban az idő ellenünk dolgozott. Addig sikerült valamennyire feltölteni raktárainkat. It's interesting to see the colony fight on two fronts. Perhaps we should try 30 of each. És már a nyakunkon volt az ellenség. Hősiesen küzdöttek a dolgozók, és közel kerültünk ahhoz, hogy ismét győzzünk, végül az élelem elfogyott, a védvonal összerogyott, és az ellenség előzönötte a tróntermet. Biztos voltam benne, hogy közel voltunk a célhoz, így az előző taktikát választottam, de a kihívás sürgetése nélkül szépen begyűjtöttem mindent, kibővítettem, felfeleztettem a sereget, és dagadó éléskamrával ismét riadót fújtam. Minden a terv szerint ment, sereg után sereget sorban vertünk vissza, folyosónkon mozdíthatatlan rózsaszín falként csápot csápnak vetve át a seregünk a támadásokat, és végül erős fölényben felaprítottuk a sereget, mely legutóbb a végünket jelentette. Kérlek, mondd, hogy ennyi volt. The colony's ability to withstand such overwhelming assaults is incredible. I wonder... How will they handle a sustained flow of aggressors? A támadók folyamatos hulláma bár aggasztott, de tudtam, hogy ebben a tempóban nagyon sokáig bírjuk. Let's make things a little more interesting, shall we? Enter the devil's coach horse. Persze, persze. Hogy valárvák, hogy ne? Úgyis pont kezdtem unatkozni. Whoops! I seem to have dropped my beetles. I hope they don't harm the little ant. Nem, elég, ennyi, milyen tudós, ez nem tudós, hát nevezzük, innentől szadista vagy, rohagy meg. Azt hiszem nem ért komoly meglepetésként, hogy beszorítva a szűk folyosókra, a folyamatos utánpótlásra rendelkező sereg, a hojvalárvák és kedves szüleik végül felemésztették seregünket. Az igazán ijesztő a dologban az volt, hogy még közel sem fogyott ki éléskamránk, illetve ha nagyobb is lett volna a seregünk, a folyosókon a szűk hely miatt nem érvényes a létszámfölény, tudtam, hogy máshoz kell folyamodnom. Egyetlen remény sugár maradt, mégpedig az, hogy dolgozóim fejlesztését ecserélem, és a békés magszedegetéshez hasznos upgrade-ek helyett hadigépezetet faragok a rózsaszín kis gyűjtögetőimből. Persze, mivel Royal Jelly nem volt, kénytelen voltam újra játszani egy küldetést, de itt már nem adhattam fel, éreztem, hogy addig élek is, ezt most megcsináljuk. Szó nincs arra a mélyszállásra, ami ekkor következett. Seregünk, mint egy éhes amőba keberezte be a támadókat, rózsaszín árként söpört végig seregről seregre, és végül elérkezett a nagy pillanat, a reményeim szerint utolsó hullám megindult. Eljött az igazság pillanata, és az igazság győzedelmeskedni látszott. Aggódtam a hojvák miatt, mivel ha nem tudom őket körbevenni, az erőfölény sajnos nem érvényesül. A már harcba lévő hangyákat nem lehet már odébb parancsolni feromonnal, viszont találtam egy megoldást. Az utánpótlás még hallgat, vagyis szagol a feromonokra, és ezáltal meg tudtam osztani a sereget. Az oszd meg is uralkodj itt is érvényesült, és végül sorban hullott el az ellen, a rózsaszín át pedig learadhatta fáradalmai gyümölcsét. Győzelemmel zártuk tehát a napot, és felkerült egy név a fekete listánkra. Összeteszem a kezem, és reménykedem, hogy egy nap bosszút állhatunk szatistán. Viszont ne rohanjunk előre, itt az ideje begyűjteni a zsákmányt, fejlesztenünk a seregünket, és szembenézni a következő küldetésekkel, hamarosan folytatjuk. Srácok, ez lett volna a Birodalmak a Bozótban, remélem elnyerte tetszéseteket ez a tőlem kicsit talán új forma videó, amennyiben igen és szeretnétek több hasonlót, dobjatok egy lájkot, amennyiben a jövőbeli tartalmakról szeretnétek értesülni, iratkozzatok fel. Én Jack voltam és hamarosan találkozunk. Sziasztok!